A mellékhatások kapcsán nagyon fontos azt elmondani, hogy a gyógyszerszedésnek valahol egy természetes velejárója, hogy a gyógyszerszedés során lehetnek nem kívánt hatások, nem kívánt reakciók. Ilyenek lehetnek ezek a mellékhatások is. Ugye van, aki fél a mellékhatásoktól, illetve a gyógyszerszedés során tapasztalható kockázatoktól, valaki meg a legkevésbé se foglalkozik velük. Annyit kell megérteni kockázat szempontjából, hogy nagyon kicsi a valószínűsége ugye a mellékhatások előfordulásának, mégis hogyha kérdése van bárkinek, akkor nem csak a házi orvostól, kezelő orvostól tájékozódhat, hanem természetesen nagyon szívesen segítünk és válaszolunk a kérdésekre a gyógyszertárakban is. Kicsit kettős helyzetben vagyunk mi gyógyszerészek, mert szakmai kötelességünk felhívni a betegtájékoztatóra a figyelmet, de ezt is tudni kell, hogy a betegtájékoztatóban a nagyon ritka mellékhatások is fel vannak sorolva, és így, hogy tényleg tisztában lássa a beteg a képet, hogy valójában mennyire kell ezektől a mellékhatásoktól, nem kívánt reakcióktól tartani, így érdemesebb erről személyesen szóban kommunikálni a gyógyszertárakban, igyekszünk minden kérdésre válaszolni. Nagyon fontos a mellékhatásoknál, hogy vannak olyanok, amelyek általános szerűek, vannak olyanok, amelyeket ugye bizonyos hatóanyagok okoznak jellemzően. Ezekről pláne fontos, hogy beszélgessünk ugye a patikákban. Ha valaki esetleg tényleg egy gyógyszer szedéséhez kapcsolódóan tapasztal kellemetlen tüneteket, panaszokat, akkor lehetőség van a mellékhatások bejelentésére. A mellékhatások bejelentése alapvetően ugye a gyógyszerügyi hatósághoz történik. Magyarországon ez ugye az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet, röviden OGYEI. Nekik többfajta úton be lehet küldeni a tapasztalt mellékhatásokat. A legegyszerűbb módja ennek az online bejelentés. Felkeresve a hivatalos honlapjukat, az online bejelentő felületet könnyedén meg lehet találni, de amennyiben ez valakinek nem sikerül, a patikában is szívesen megmutatjuk ezt a bejelentő felületet. Hogyha van rá kapacitásunk és lehetőségünk, akkor pedig közösen is ki tudjuk tölteni, ennek a mellékhatás bejelentésnek a kitöltését meg tudjuk tenni.